A Larvik elleni két vereség után már biztos, hogy a győri Audiato Kácia csoport második helyén végez a női kézilabda bajnokok ligája középdöntőjében. A norvég meccsen Kari Olvik Grimsbø remekül teljesített a kapuban, de ez sem volt elég a sikerhez. Ő is úgy érzi, hogy nincs miért szégyenkezni. Örülök, hogy jól ment a játék Larvikban, szerencsére úgy érzem, hogy egyre inkább visszatér a régi formám. A védekezésben úgy gondolom, hogy nem voltunk rosszak, ennek örülhetünk. Ambros Martin vezetőedző érthetően csalódott volt az eredmény után, ugyanakkor azt mondta, a vereségben is meg lehet találni a pozitívumokat, amelyből erőt lehet meríteni a következő meccsekre. It's clear and it's really positive that now we are under some teams in Europe. Az egyértelmű és bizonyos értelemben pozitív, hogy vannak jelenleg jobb csapatok nálunk Európában. De nagyon jó, hogy tudjuk, hogy vannak, akik előrébb járnak nálunk, mert így a játékosok még több munkát és extra erőfeszítéseket tesznek majd azért, hogy csökkentsék a különbséget a fő ellenfeleinkkel szemben. Remélem, hogy a mindennapos kemény munkával ezt meg is tudjuk tenni, és legközelebb már közelebb leszünk a Larvikhoz és mindenki máshoz is. A lehetőség a javításra már vasárnap itt lesz, hiszen akkor a Nagybánya ellen lép pályára a győri Audiato. Ez lesz hazai környezetben az utolsó középdöntő meccse a zöldfehéreknek. Kovacsics Anikó bár nehéz találkozóra számít, otthon tartaná a két pontot. Készülünk az egyenes kieséses szakaszra, úgy fogunk készülni, külön dolgokat gyakorolni, ami egy ilyen nehéz szituációban, kemény szituációban kellhet, és úgy fogjuk fel ezt, és remélem, hogy ezt az egész csapat tényleg így fogja várni, és így fog rá készülni, mert tényleg nagyon fontos ez a két visszalévő BL meccs, akármennyire is papíron már nincsen jelentősége. Az Audiato Nagybánya elleni meccse vasárnap este 7 órakor kezdődik Győrött az Audi Arénában.